Florian Jans Nigel, a Penny magyarországi vezérigazgatója köszöntőjében szólt arról, hogy a cég három logisztikai központja, ezek egyik a karcagi, már több mint 200 üzletet szolgál ki, ezzel is hozzájárulva a magyar gazdaság és kereskedelem fejlesztéséhez. A karcagi ipari park területén 2008-ban átadott elosztóközpont most a városban az egyik legjelentősebb beruházását fejezte be. Akit a 4-es mellett ment a karcagi elkerülő úton, az látta, hogy az ipari park területén is itt a 4-es út mentén hatalmas beruházások vannak a tavalyi évben. Itt a Penny logisztikai bázis duplájára nőtt, kétszer annyi ember fog dolgozni, és igazából észre se vesszük, de karcag ipara, karcag kereskedelme hatalmasat fejlődött. A túloldalon van az elektronikai hulladékfeldolgozó, a műanyagüzem, az Agrosprintnek az üzeme épült. Egy olyan ipari terület épült, amit igazából aki a karcag központjában, a piacra, az iskolákba jár, észre se veszi. De karcag hatalmasat fejlődött, karcag ipara és kereskedelme is hatalmasat fejlődött. Nagyon sok karcag és környékbeli dolgozik itt, és én azt gondolom, hogy az ilyen beruházások mindenképpen segítenek abban, hogy nem csak az ország, nem csak a nemzetgazdaság erősödjön, hanem karcag központi szerepe is. Minden évben van valami, akár egy új üzem, akár egy bővítés, amit át tudunk adni. És hát azért mondtam azt, hogy aki nem jár erre, az észre se veszi, hogy milyen fejlődés történt ezen a részen. Aki nem jön ide le, akár az ipari park ki útra, az nem látja azt, hogy micsoda hatalmas nagy csarnokrendszer épült itt, milyen hatalmas. Talán műholdfelvételről vagy repülőből látszik az, hogy karcag déli része benépesült, az ipari terület benépesült, és még vannak érdeklődők, tehát a dolog nem állt meg, úgyhogy egyre több vállalkozó, egyre komolyabb vállalkozás érdeklődik karcag iránt. Tehát karcag vonzereje, karcag központi szerepe erősödni fog az elkövetkezendő időszakban. Szilke Jánz logisztikai területért is felelős pénzügyi igazgató büszke arra, hogy a karcagi logisztikai központban egy nagyon eredményes, hatékony csapat működik. A Penny a régióban is elismert munkáltató. Erre példaként említette, hogy telephelyeiken három generáció, nagypapa, fiú és unoka dolgozik együtt. A karcagi fejlesztés 40 új munkahelyet is létrehozott, de a kiszolgáló egységekkel együtt közel 100 új munkahelyet jelent. A megépült plusz 10 ezer négyzetméternyi raktár lehetővé teszi, hogy a kamionoknak közel 250 ezer kilométerrel kevesebb utat kell megtenniük, ami költséghatékonyabbá teszi ezt a területet, és a jelentős károsanyag kibocsátás csökkenés, éves szinten pedig környezettudatosabbá működést. Először is, hogy gratuláljak ehhez a gyönyörű objektumhoz, hiszen valóban egy ékköve a karcagi ipari parknak, ugye egy meglévő fejlesztés, gyakorlatilag mondhatom azt, hogy első fecskeként települt be az ipari parkba annak idején a Penny logisztika központja, és ez a központ lett most bővítve, mégpedig jócskán bővítve, hiszen ahogy hallottuk a számokat, 10.000 négyzetméterre bővült maga a logisztikai központ. És nem csak a négyzetméter a fontos, hanem ahogy a kérdésben is elhangzott, ugye az a közel 100 munkahely, amelyel bővült ez a munka lehetőség. Nagyon sokan dolgoznak, nagyon olyan visszajelzéseket kapunk, hogy nagyon szeretnek itt dolgozni a karcagiak, hiszen családias a légkör. Nagyon meg vannak elégedve a munkaadóval is a munkavállalók, úgyhogy először is gratulálni szeretnék. A másik, amelyre a kérdés vonatkozott, a további lehetőségek. Valóban egyeztetünk, akár a mai nap itt a ünnepség közepette is az ipari park vezetőségével a lehetőségekről. Természetesen szeretnénk, hogyha bővülne a karcagi ipari park, további betelepülők lennének, és tudnánk fejleszteni, amely elsősorban az ipar miatt, az iparűzési adó, a bevételek miatt is nagyon fontos, de a legjobban azt gondolom, hogy a munka lehetőségek miatt. Hogyha tovább tudjuk bővíteni az ipari parkot, akkor bővülnek a város lehetőségei is. Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára szerint is országos szintű mérföldkő a karcagi telephelybővítés, mely beruházás illeszkedik Magyarország kormánya gazdaságfejlesztési, illetve a régió munkahelyteremtési és foglalkoztatottság fejlesztési céljaihoz. Akik a gazdaságnak elsősorban az elméleti oldalával dolgoznak, és a számokból értesülnek az eredményekről, vagyunk itt néhányan ezzel így, azok számára különösen fontos az ilyen visszaigazolás a gazdaság fejlődéséről, gyakorlati sikereiről.
Még nagyobb öröm, hogy most egy ilyen logisztikai központ átadásán vagyunk, amely egy erős, dinamikus cég, önerőből, saját profit, magyar gazdaságba történő visszaforgatásából épített fel. Külön öröm ez, mert mutatja a magyar piacba és gazdaságba vetett bizalmat, márpedig a mai háborús, szankciós időkben a bizalom az egyik legnagyobb érték. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó hírekkel érkeztem a Önökhöz, noha a jelenlegi európai folyamatok alapján nem ezt várnánk, tekintettel arra, hogy a szomszédunkban folytatódik a háború, az Európai Unió szankciók politikájának pedig naponta látjuk a negatív hatásait. Mégis azt mondhatom, hogy a számok továbbra is a munkaalapú magyar gazdaság válságállóságát tükrözik. A gazdasági növekedés tekintetében jelenleg az ötödikek vagyunk az uniós növekedési rangsorban, miközben fegyelmezett gazdálkodással a költségvetési hiány célt tartani tudjuk, és szeptemberben, illetve októberben is többlettel zárt a költségvetés. A foglalkoztatás továbbra is rekordszintű, a munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az egész unióban. A harmadik elem, amit kiemelnék, hogy a szomszédban zajló háború ellenére is befektetése ajánlott kategóriában maradt Magyarország, és az elmúlt napokban is többszörös kereslet mellett fogytak a magyar állampapírok mind Európában, mind az ázsiai piacon. Az önerőből megújult raktárközpontot a Penny cégcsoport magyar gazdaságba vetett bizalmának nevezte a szakember.